Köszöntöm a kedves nézőket a folytatásban is. Karcag Szajon mérkőzés a Karcag Televízió képernyőjén. Sajnos azonban egy gólos vendégelőnyről következik majd a folytatás. 45 perc játék után 1-2 áll az eredményjelzőn. Igen eseménydús, élvezetes, közönségszórakoztató összecsapást láthatunk. Nagy kár, hogy a gólok eloszlása egyelőre nem számunkra alakul kedvezően. De hát nincs mit szépíteni, jól játszik a Szajol, lista vezetőhöz méltó teljesítmény. Nagy kérdés, mit húzott elő Orosz István a szünetben, amivel kicsit föl tudja rázni majd a karcagi együttest, és elsősorban magát, akinek a Szajon góljával egyenlített a Szajol a meccs 25. percében. Szívós. Hát megpróbáltuk. Alig, hanem kapura ment volna, az első ember belelépett. Gerhát most meg már nagyon rá fog érni. Számukra ez tökéletes eredmény, és tudva az, hogy első számú üldözőjük a Tiszafüred Túrkevén vendégszerepel, ahonnan szintén nem egy leányálom, és nem egy nagy könnyedség elhozni a pontokat. Akkor bizony még abban is bízhatnak, hogy tőlük is sikerül meglépni. Nekünk pedig nagyon rosszul jönne egy vereség, hiszen akkor a 6 pontos hátrány az első második helytől könnyen lehet, hogy 9 pontosra duzzadna. 9. helyi kiért Karcag-Tiszafüred mérkőzés, nem 14 óra 30-kor. Szőke! Erdei! Hamar. 47. perc. János Ida ellen 1-2-es fél idő után hamar betaláltunk. Akkor Szőke is balográzták meg magukat. Beleegyeznénk, ha ma is ők szállítanák a gólokat. Ez most jó! Szőke fejesét azonban véri Gerhát. Tavaly 2-0-ra nyertünk itthon idegenben 5-1-re. De Karcagon szerettük megszórni. A Szajol volt 6-0 és 8-1 is az eredmény az elmúlt években. Olyan idény nem volt, amikor egy pontot sem szereztünk ebben a párharcban. A jelenlegi ellen szerint ez előfordulhat. Tavaly 6, előtte 3, 2013-14 szezonban 4, azt megelőzően 3-2, illetve 6 pontok Szajol ellen a karcagi csapat neve mellett, és valamennyi bajnokságban a szezon végén is a szajoliak előtt végeztünk. Hát ez most egy nagy pálfordulás ez a szezon. Nagy labda, jön a Gócs. És hát egyébként azért is lehet nagyon furcsa ez a szajoli menetelés, mert amióta 2010-ben visszajutottak a megyei első osztályba, a megye 2-ből, azóta hát nem ezt szoktuk meg tőlük. Egy győzelemre vannak a tavaly megszerzett pontmennyiségtől, amivel negyedikek lettek. Akkor 20 pont kellett volna még a harmadik helyhez.
Ott volt egy nagyon elszakadó hármas. Szajol pedig megnyerte a középmezőnyt. Azt lehet így fogalmazni. Most viszont felülmúlják ezt is. Ami a kulcs, hogy nagyon kevés döntetlent játszanak. Bukovszky, jó lövés, Gerhard nagy védés. Kevés döntetlent a legtöbb győzelem mellett a szezonban. Mi azért serényen és bőszen gyűjtögettük az X-eket is, 7 darab van belőle. Ha csak a felét megnyerjük, és mondjuk a másik felén kikapunk, akkor is sokkal jobban állnánk. Jól kezdjük a félidőt. Nagy Gerhard védések. 4 percen belül. Hamar. Hát, ez gyenge. Kis szerencsével meg lehet a labda. Szabadrugás befelé. Erdeinek benne volt mind a 22 éve ebben az esésben. Szabadrugása jutalmunk. Oda szögezzük most az ellenfelet a kapu elé. Csak így van esély pontot szerezni. Egyelőre azért azt véres álom lehetne kijelenteni, hogy pontokat szerezni. Bukovszky. Megint kapura. Egy picit többet tévedett, mint az elsőnél, mert akkor eltalálta a ketrecet. Most egy jó fél méterrel a bal pipa mellé. Bukovszky bezsebelte a forduló legjobbja díjat a 20. körben a Jászkun foci hírportálon. Dupláztak tehát a karcagiak és a karcag szurkolók. Előtte héten ugye Szőke Robi kapta meg a díjat. És hát Bukovszkynak is ez már a második alkalom volt a bajnokságban. Szőke. Orosz. Balog. Jó megoldás volt. Egymást zavarják most Bukovszkyval. Dani azért kihalásza onnan a labdát. Bezzeg meg. Szépen leszereli. Kocsisról fújnak szabadrugást a Szajoli csapat javára. Dobos végzi el. Csajbuk. Donkó. Súgta megmozdulás Kovács Csabától, de jól sül el. És ki más? Donkóról pattan ki. Mintha két tüdeje lenne Donkó Krisztiánnak. Balogot pedig leküldi Szabó József. Lát, hogy az arca vérzik babának. Nincsen rajta sportszár, és kiszúrta a játékvezető. Az az öltözőben maradt. Vadas. Csajbók. Elérte még a vonal előtt. De túl mély lett. Szabó ellenőrizteti Kormos Barnával. Megkapja az engedélyt. Balog. Tavaly mind a két Szajol karcag mérkőzést Kormos Barnabás lengette.
Jó, már tehát neki is előélete ebben a párharcban. Dobos a szöglettel. Laposan. Oroszlávó mellett elment, kellett, hogy ott álljon Herdei a rövid kapufánál. Aztán jól pöcköljük el, és Baba Csajbuk átkarolja. Szabó József csak szóban figyelmezteti. Orosz. Kiperdül kocsisról. Nem jött a gyors gól, szerintem, ahogy azt elképzeltük. Nem lenne jó, hogyha görcsössé válna a csapatjáték. Erdei. Kovács. Hamar elől Csajbók. Erdei meg hosszú labda. Benn van? Benn bizony. Balog megveri Bezzeget. Még mindig Baba. Neki nem érkezik segítség, nem úgy, mint a második Szajoli gólnál. Így csak egy ilyen gyengéske kísérlet lesz belőle. Jól küldi föl a mezőnybe Gerhard Dávid. Donku. Csajbók. Kipattan Györfiről. Donku. Csajbók. Jó a csel. Hamar. Donku. Csajbók kapja. Ő már 2002 óta itt focizik. Ez viszont egy remek labda. Nem jó a labdakezelés Bukovszkitól. Pálinkás rúgja ki. Pálinkás mindössze második alkalommal kezd a csapatban. 15-ször csereként is pályára lépett. Ez egyébként egyáltalán nem látszik meg a teljesítményén. Erdei. Szabad rugás. Bukovszki, hát ezt most lehet, hogy nem fogja első szándékból kapura tűzni, de még az is előfordulhat. Azt teszi, beleérnek. Aztán középen többen is, flipperszerűen nem lett jó. Kocsis rálép, de nincs gond belőle, szerencséje volt. Balog, kiharcol egy bedobást. Gyengécske beadás. Szívós. És most orosz.
csajpókék kiengedik. Kirobbanthatatlan a csapatból a jobb hátvéd. Tavaly is mindössze eltiltás miatt hiányzott. Ehhez idén még két sárga lapra van. Szabó! Nagyon nagy erősítése Szabó a csapatnak. Egy éve érkezett az MB3-as Monortól. Kilenc góljával a második legeredményesebb játékos. Német vágja ki. Lassan lepereg egy óra játékidő. Továbbra is 2-1-es vendégvezetés. Ki akarja engedni Német, nagy nehezen ki is gurult a labda. Albert pedig szerette volna bent tartani. Vigyázott azért az ellenfélre. Hamar. Szőke belefejel, Vadas azonban megelőzi. Sok a pontatlanság. Kovács, belerúgja az emberbe. Donkó volt. Bezzeg, jól fejeli el. Szabó. Megint Kocsis faltól. Dühösen szor rá a játékvezetőre. Nem az igazi. Érkezik is majd Kupai Krisztián. Kemény lövés. Orosz blokk. Baba meg menne, de hát háromszajol is jobb pozícióban. Erdei elkalamolja. És aztán igyekszik meghúzni. Albert visszajön, nem meri bántani. Donkó szerel szépen. Jön a váltás. Kupai sérülés után egyelőre csak csereként. De újra érkezik. És Balog Baba Józsi helyére érkezik. A Balog ma nem lő gólt, ahogy múlt héten sem. Hazai csapat cserél. Balog Baba helyére Kupai Krisztián áll. Köszönjük a játékot. A legeredményesebb játékosunk jön le. Györfi. Előre vágja. Szőke. Lövés. Kirugás. Így pedig lehet újfent cserélni. Tőlünk lement a legeredményesebb játékos. A Szajoli csapatba pedig érkezik. A második gól szerzője jön le a pályáról, Györfi Patrik. Volt egy-két olyan megmozdulás, amiben benne volt a lap Györfinek. Ő pedig, hogyha kapna egyet, nem játszhatna a következő meccsen. Fiatalkor ellenére igen vehemens játékos. Két és fél szezon alatt négyszer is kiállították. Hát ma biztosan nem fogják, és a jövő héten is biztosan a csapat rendelkezésére állhat. És egy igazi gólzsák Bogdán Balázs a pályán. Nyáron jött vissza Csépáról Bogdán, de korábban igen hosszú időt leúzott Szajolban. Tavaly Csépán 3 gólt rúgott, kellett újra a váltás, hogy kivirágozzon.
az 5,5 éve alatt, amíg Szajolba játszott, volt 28-22 és 26 gólos szezonja is. Szerették nagyon a szajoli szurkolók. És hát maga biztosan jól termel idén is. Most is centerbe érkezett. És talán dobos lép egy picit visszább. Két oldalról Szabúval támogatják majd a csatárt. Mind a hárman a pályán. A három gólveszély a túloldalon. Fontos megjegyezni, hogy a forduló előtt 49-ből 29 gólt. Ez a támadó hármas vállalt magára szajoli mezekben. Nem állnak tehát vissza. Ért is tennék, az könnyen öngyilkosság lehet. Kun Mihály pedig tudja a dolgát. Dalmadi, időközben besárgul Kocsis. Nem meglepő. Ez volt a hetedik lapja a bajnokságban. Az ő játékában tényleg bármikor benne van a lapos figyelmeztetés. Csajbók. Hamar megelőzi a támadót, most pedig Spuri vissza. Elszakadt tőle Szabó. Jó a csel. Nem sikerül azonban megtartani a Kovács Csabának a vonal előtt. Szajoli sarokrugás jön. Jó lenne egyenlíteni. Az elmúlt 11 meccsen a párharcban a két csapat között mindössze kettő alkalommal fordult elő, hogy vendégcsapat nyert. Hazai uralom tehát. És hozzáteszik, hogy mind a kétszer mi voltunk azok. Abból következik, hogy ők még nem nyertek. Agócs véd, aki pattanó. Kapussal együtt a kapuba. Dobosé a gól. Aki kapni fog majd érte egy sárgát. Nem a gólér, a gól örömér. Megy is ki a szajoli tábor elé. A 66. percben lehet eldől a meccs. Nincsen neki. Agócs pedig elsőre még nagyot védett Bogdán lövésénél. A másodiknál már tehetetlen volt. 1-3. De kár érte. A fél idő elején pedig úgy jöttünk ki, hogy egyenlíteni kellene. Nem tettük meg. Első valamire való, második fél idei helyzetéből pedig megnövelik az előnyt. Hát nem érik a meglepetés. Hamar. Kocsis. Erdei, pedig a 10. percben Erdei góljánál. Milyen szép volt minden. Aztán, mint a szerelemben elmúlt a rózsaszínköd. Vadas! És... nem mondom, de most már figyelni kell, hogy egy nagyobb zakó is kinézőbe legyen. Dobos. Még mindig ő. Osztoztak a gólokon. Szőke. Picit megborítja Donkó. Szőke meg a arrébb löki labdástól. Mehetett tovább. Kupai kapuba lő. Már szólt a síp. Nem kap lapot. Azt mutatta túladon ifjabb Besnagy Zsolt, hogy már lesen állt Kupai.
22 percre a csapat az első idei vereségétől. És az első hazai vereségtől a bajnokságban. Nem játszunk jól. És talán két gól hátrányban picit a csapat hite is elveszni látszik. Nem olyan féltett és rémlett oroszlán barlang a karcagi, mint a Szajolé. Ugye ők 100%-osak, mi 9-ből 6-ot nyertünk, 3 döntetlen mellett itthon. 29 gólt rúgtunk, 11 kapott mellett. Az, hogy átlagban van 4 gól a meccseinken, az ma is bekövetkezett. Csajbók, Csajbókról ment ki, jól látszott innen is. Hamar dob, Varga Zoltán pedig már beállásra kész. Szívós. Ott van még Szőke, lövés, kipattan. Másodjára megvan Gerhátnak. Picit Bukowski ott hagyja a lábát. Szabadrugás lesz, mutatja a kapus, hogy nincs probléma. Cserélhetünk. Hamar helyére jön Varga. Ez a második váltás. Varga pedig a pálya közepére érkezik, német Misi. Húzódik ki, úgy néz ki majd a bal hátvéd pozícióba. Kocsis. Bedobás. Évente szezononként alkalmanként csúszik be hazai pályán vereség, és azért általában nálunk erősebb csapatoktól, a bajnokságban előttünk végzőktől jöhetnek ezek. Úgy néz ki, hogy a bajnokság első helyezettje, a Szajol 3 ponttal a zsebében utazhat haza. Sikerül nekik az, ami Újszászon, és például Fegyverneken nem. Nem sikerül meglepetést okozni. Bezzek készülődik. Hát most már egyértelműen azt fogják várni a vendégek, hogy minél hamarabb vége legyen a meccsnek. Kis túlzással még a negyede hátra van. Sok a pontatlanság ma. Talpak alatt elcsúszó labda, hosszú megtolás, pontatlan labda kezelés. Egy gyors góllal lehetne csak visszajönni a meccsbe. Erdei! Lövésre biztatják, meg is súintja. Nem veszélyes azonban. Az első félidő, mint mérkőzés rész, sokkal jobbra sikerült, mint a második. Az eredmény akkor sem volt kedvező, de több helyzetet, több jó megmozdulást, több kemény párharcot láthattunk. A másodikban
Már nagyon látszik, hogy a Szajon nem akar kikapni. Dalmadi haza a kapusnak. Vadas, Csajbó kapja, és nagyon üres terület előtt Erdeinek kell visszazárni, védekezni. Szabó, kis lassú labda, de így is eljut hozzá. És Agósnak sikerül a vonal elől, hát hogyha ez beullik, káprázatos gól. Helyén volt a kapus. Ebből sem jól jövünk ki. Sikerülnek a dolgok. Német Misi pedig elhagyja a pályát. Kátót András a helyén. Bogdán kiügyeskedte. Bukovszki esélytelen elérni. Eljut Bogdához. Szerencséje volt Kovácsnak, hogy visszakerült hozzá. Kátót, ő meg még friss lendülettel meghúzza a balt. Okoszki mögé jött. Pálinkás szépen hozza ki. Az a kapusnak. Kocsis. Csajbó kicsúsztatja őt a csere. Csúri Bence. Neki nagyon sok meccset végigvédett a Szajol kapusaként. Itt Karcagon is nem egyszer ő állt a kapuban, a két csapat egymás elleni találkozóin. 21 esztendős még mindössze. 19 egyszer lép ma pályára. Most tavasszal is védett már Csúri. A nyitófordulóban Kungszent Márton ellen nyertek is 3-0-ra. Hát ott játszik, ahol számítanak rá. A harmadik gólszerző sárgalapos. Dobos Dániel jön le. Csúri elfoglalja a helyét. Kátót megdob. Szőke könnyedén lelopja Csajbók a lábáról. Lassan jön a meccs hajrája. Szabadrugás. Tulajdonképpen semmiből tűnt föl a Szajol, ami a jó szereplést illeti. 2014-15-ös bajnokság volt, amelyik igencsak jól sült el azzal a negyedik helyjel. 12. pozícióból sikerült előreugrani. De az a titok, hogy végül is nincs titok. Nem alakult át annyira a keret. Inkább a fiatal játékosok értek be. Mindössze 3 igazolás volt azon a nyáron. És most is csak 1-2 finomítás a csapaton. Nagy védés ismét! Erdei aztán nem tudja bekotorni. Benne volt a szépítés.
Gerhardt azonban remekül véd. Kupai, megint a kapus. Egyik kapusra sem lehet panasz. Agócs is nagyon nagyokat védett. Kettővel azonban ő több gólt kapott. Donkó. Kupai ragad a lába az a labda, Bezzek szögletre tisztáz. És hát ez a legnagyobb bosszúság, mint ami a harmadik gól, amit kapott. Donkónak oszt ki közben egy sárgát Szabó József. Amikor bravúrral árít egy nagy lövést a kapus, és aztán a kipattanóra nem a saját csapattársak jönnek oda. És ezért kell szenvednie. Hát az orosz féle öngól sem egy kapusálom. Jól kanyarodik. Erdei önfeláldozóan. És ez is kapufa Bukowski Dani. Nincs szerencséje ma. Ez már a második kapufája. Ezzel nem lehet mit kezdeni. Vannak ilyen napok, amikor semmi nem akar bepattanni. Bukowski nem tudja lekezelni. Nagy kár érte. 10 perc még a meccsből. Lesz-e valami slusszpoén a találkozón? Kupai. Kátót. Összerúgják a bokáját. Ez a kapusé. Nehéz a sorsolás, ugye? Jövő héten jön Tiszafüred. Aztán pedig Túrkevére látogat a csapat, hogy aztán Törökszent Miklóst fogadjuk. Túrkeve is sokáig ott volt dobogó közelben. Ők lőtték a legtöbb gólt a bajnokságban, úgyhogy az sem lesz egy könnyű meccs. Füredet ismerjük, nem kell bemutatni senkinek. Bajnoki címért küzdő csapat szintű, mint a Szajol. Törökszent Miklós ellen pedig majd 3 hét múlva nagy valószínűséggel a bronzéremért meccselhetünk. Idegenben őket megvertük. Szajol pedig az elmúlt 10 évben először oda-vissza le fogja majd győzni a Karcagot, úgy néz ki Bukowski. Odaért a védő, szöglet lesz. Sokat várt Dani. Ez egy ilyen találkozó, orosz a szöglettel. Azért ez is meglepő. Mivel nem sikerült gyorsan elvégezni, ott hagyja. Aztán mondják neki a társak, hogy maradj Pista. Bukowskinak kicsibe. Dani befordul, lapos beadás. Minőségileg is. Volt lesen Bukowski. Tovább küzdi a labdát, és egy lövés kapu mellé. Egy 3. Kicsivel több mint 5 perc van még hátra. A Szajol pedig újabb egy meccsen közelebb a célok eléréséhez.
Kummina csapata pedig szülővárosa együttese ellen. Nagyon szép és nagyon értékes győzelem lesz ez. Szőke. Ez is nagyon alacsonyan, használhatatlanul. Elrúgja Szőke Robi. A vendégek két hét alatt szereznek két hatalmas skalpot. Nem fogta meg őket az új szászi vereség. De ez a csapat így tud futballozni, az a kérdés, hogy kaphattak ki új szászon. Szívós. Ez is Donkóé. Szöglet. Szőkeivel majd. Lehet ismételni. A 2010-11-es szezon után újra nem győzzük majd le Szajolt egyetlen alkalommal sem. Akkor mondjuk ki se kaptunk, mind a két meccs X lett. Először fordult át elő, hogy lenulláznak minket. És két mérkőzés alatt a bajnokságban egy gólt tudunk lőni nekik. Ami szintúgy kevés. Szajol utánunk, majd Törökszent Miklóssal játszik, és három héten belül ők is találkoznak Turkevével, illetve Csépával. Ha ezeken a meccseken is legalább 7 pontot gyűjtenek, utána már nagyon nehéz lesz megállítani őket. Pálinkás lekocog, kicsit sérült, legalábbis a mozgásából úgy tűnik. Barta Dániel a helyén. Téli szerzemény. Télen érkezett a csapathoz János Hidáról. Bogdán! És nem áll le a Szajol. Kátót. Kupai. Hiába talált bele, s miatt nem adták meg a gólját. Donkó. Most gurul ki. Kátót. Így, ha körbenézek, eléget úti sporttelepen, mintha egy picit többen lennénk, mint szoktunk a lelátón. Egy jó idő is kicsalogatta a nézőket. És hát azért érkeztek Szajorról is. Ők távozhatnak boldogan is. Remélem a karcagi szurkolókat sem tántorítja el a szezon első veresége. Bogdán, és most 3-3 ellen. Barta elesik. Kocsis mellett akart eljátszani egy szabálytalanságot. Mondjuk akkor, ha megeszi a játékvezető, Kocsis mellett zuhanyozni.
És még egy karcagi szabadrugás, Karmos Barnabás. Kun Mihály kettős. Kun Mihály hangos szóval, az asszisztens csendesen, higgadtan. Nem ezen fog múlni a vendégek győzelme. Bukovszky. Jól kanyarodik. Nem tudta megfejelni Orosz. 1-1-nél Orosz győztes gólt jövendöltem. Nagyon nem ez lett a folytatás. A rendes játékidő letelt, Szabó József nem jelzett hosszabbítást. Van egy kicsi ráadás azért. Kupai. Ezek szépen. Marta. Bogdán, Szabó, és ez a támadás még el fog menni. Szabó lefutja Kovácsot, Szajoli szöglet. 2 perc. De előfordulhat, hogy 3. Kun Mihály még cserélni is szeretne. Csúri Gergőt küldi majd be, ha lesz rá még alkalom. Bogdán, ott a negyedik. Ő is csak betalál. 13. szezonbeli góljával 4-1-re vezet. És kiüti a Szajola karcagot. Idegenben 1-0. Karcagon 1-4. Állva végignézi a megfagyott, megdermedt karcagi együttes a kiütéses vereség negyedik gólját. Pedig vezettünk. És sokat mondó, amit látunk a pályán a karcagiaktól, hite agyottan a végére. Nincs már több mindenre idő, szegény Csúri Gergő sem áll be. Lealig, ha bánkódik, boldog hazaút lesz a szajoli csapatnak. 4-1-jel távoznak a liget útról. Hát nagyon nehéz szavakat találni. Nem így képzeltük el a listavezető vendégjátékát. Pláne az alapján, hogy 2016-ban még nem kapott ki a karcagi csapat. Hát ma méretes pofon Erdei 10. percben szerzett gólja után egy gyors hideg zuhany a 25. perc környékén. Orosz István öngóljával egyenlített a Szajol, majd aztán egy gyönyörű támadás, egy szép kontra végén. Györfi volt eredményes, 2-1-jel mentek fél időre a csapatok. A második fél időben próbálkoztunk, igyekeztünk, nem jártunk sikerrel. És hiába a Gócs remek teljesítménye a 66. percben, egy kipattanó után már ő sem tudott mit tenni. Dobos góljával lett 3-1 az állás, a végeredményt pedig a csereként beálló Bogdán Balázs biztosította be. Boldog szajoliak! És a kis szajoli tábor az ő örömükkel és karcagi kupak tanáccsal búcsúzunk innen a Liget úti sporttelepről. Almai Mártont hallották a mérkőzés egész alatt, Csanádi István operatőr kollégám nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A viszontlátásra, viszonthallásra.
először a csapatunk vezetőedzőjével, Orosz Istvánnal beszélgetünk. Hát Pisti, nem jött össze a győzelem, az eredmény alapján ráadásul igen nagy volt a különbség. Hát igen, aki kint volt a mérkőzésen, az látta, hogy nem volt ekkora különbség. Én azt mondom, hogy a játék alapján még lehet, hogy mi álltunk közelebb a győzelemhez. Aki nem látta a mérkőzés, az meg úgy értékeli, hogy tényleg sima mérkőzés volt a vendégcsapatnak. Sajnos azt kell mondanom, hogy jól kezdtük a mérkőzést, de amitől féltem, hogy a sok betegség miatt nem bírtuk végig. Sajnos az első fél időben a két gól az olyan volt, hogy mind a kettőt le kellett volna védekeznünk. Én is rosszul találtam, mert rossz döntést hoztam. A második gólnál pedig ott egy taktikai falttal ott a ellenfél térfelénél meg kellett volna állítani az embert, és akkor nincs ebből gól. Ezekből kell tanulni, ezekből a hibákból. Én azt mondtam a fiataloknak, hogy nem tudtam leszűnni senkit, mert én úgy értékeltem, hogy tényleg mindenki oda tette magát. A hibák meg azért jönnek, mert sajnos a fiatalok még nem rendelkeznek annyira akkora rutinnal, hogy az ilyen mérkőzéseken ezeket a helyzeteket fel tudják mérni, hogy mit kell csinálni, és tényleg a jó döntéseket válasszák meg. Ha mindenki, minden fiatal úgy állna hozzá az edzés munkához, ahogy egy sportemberhez méltó, akkor lehet, hogy közelebb lettünk volna ez a mérkőzéshez, lehet, hogy nem nyertük volna meg. Amit meg szeretnék említeni, azért ez egy új társaság. Most kikiáltják, hogy jó szerepelünk, meg már célozgatnak itt a bajnoki címhez. Ez nagyon messze van még tőlünk, mert azért 7 embert kellett kicserélni a nyáron. És látszik, hogy az ilyen mérkőzéseken azért van mit bepótolni. Azért nekünk is voltak helyzeteink, rúgtunk 2 kapufát. Vannak ilyen napok, amikor semmi nem megy be? Hát azt mondják, hogy aki többet tesz érte, aki többet dolgozik a pályán, annak a csapatnak fog befele pattanni a labda. Ezt akkor én úgy vezetem vissza, hogy mi lehet, hogy most többet tettünk, de sajnos a hétköznapi edzéslátogatás, a betegségek is közre játszottak, sajnos ez elég gyengére sikeredett, és lehet ez bosszulta meg magát. Elég nehéz széria kezdete volt ez a Szajon meccs, sorozatban Füred, Túrkeve és Miklós is jönnek. Mit vársz ezektől a találkozóktól? Hát jön a Füred után, menjünk Törökszent Miklós és sorba. A Szolnok megyei néplapnak is ezt nyilatkoztam, hogy mi nem a bajnoki címet céloztuk meg, minden mérkőzésre azt célozzuk meg, hogy a 3 pontot, és utána majd kisül belőle valami. Mi nem feltett kézzel megyünk egyik mérkőzésre se, mindig úgy megyünk ki, meg úgy próbálom összeállítani a csapatot, hogy a 3 pont legyen meg. Sajnos Most nem sikerült, de szerintem nem törünk össze, meg szerintem a játékosokat se törte meg ez a vereség. Így is szerintem jó kezdtük a bajnokságot, nem adjuk föl, megyünk tovább, és a Füred ellen megpróbáljunk javítani. Köszönjük szépen, és kívánom, hogy így sikerüljön. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. A következő percben Kun Mihály, a Szajoli csapat vezetőedzője értékeli a találkozót. Először is gratulálok a győzelemhez. Az eredmény alapján egy igazi kiütés volt ez a mai. A kiütésre nem nevezném azért. Ennyi talán nem volt a két csapat között nyilván. Az első negyed óra az egyértelmű karcagé volt. A gól is mutatta, utána azért szépen rendbe szedtük magunkat. Tehát utolsó 20 perc az első félnek az nagyon tetszett, tehát támadásokat vezettünk. Szerintem a második gólunk az egy gyönyörű szép támadás, egy megrajzolt támadás volt, jól befejezve. Aztán ugye az öltözővel beszéltük, hogy a második fél eleje valószínűleg nehéz lesz, mert ugye 2-1-nél még hazai csapatnak úgy kell kijönnie, hogy gyorsan nyelítsen. Voltak is lehetőségeik, ott a kapusunknak 3-szor is állítani kellett, de ebből megint csak jól jöttünk ki, hál' Istennek, kapott gól nélkül, és szerintem ott a harmadik gólnál adjából eldőlt a mérkőzés, és nyilván a negyedik az már egy ráadás volt, tehát nem hinném, hogy a 20. perc tájékán tudtunk volna ilyen gólt szerezni a Karcag ellen, vagy befejeljük 4 méterről, nyilván ott már koncentráció áphagyott nekik, és hát így lett úgymond sima, de hát aki meccset látta, az látta, hogy azért nem sima mérkőzés volt. Füredet is 3 góllal küldte haza a csapat, 2 nagy skalp rövid időn belül. Mi a titok? Nem minél vagy titok lenne. Nagyon kemény sorozatban vagyunk. Ugye Túrkeve, Tiszafüred, Karcag és még a hétvégén Törökszent Miklós. Már rosszul nem jön ki belőle, mert 3 győzelmünk van. Ezt mindenkinek elmondom, mert mindenki elmondja, hogy együtt van a csapat. Tehát évek óta együtt van.
Tehát van játékosunk, aki 2003 óta játszik itt nálunk, most a sajátjainkról nem is beszélve. Évek óta itt vagyunk, lépegetünk előre, tehát aki visszalapoz egy 3-4 évre, akkor itt a most játszóknak egy 60-70%-át biztos, hogy megtalálta volna abban a jegyzőkönyvbe is, és hát lépegetünk előre kicsiket, és hát most annyira kicsiket, hogy már az elején vagyunk. Csapat szépen építgeti magát, hosszú évekig a kiesés ellen küzdöttek, aztán tavaly volt egy nagy előrelépés, a negyedik hely. Reális lehet idén a bajnoki cím? Most már azt mondom, hogy igen. Tehát azért három ilyen rangadót tudtunk megnyerni. Hazaipán, gondolom Miklós ellen mindent megint csak megpróbálunk, főleg azért, mert igen-igen régen vertük már meg őket. Hát utána kell észen lenni. Hogy és mi volt a cél? Hát tavaly negyedik helyre sikerült följönnünk, az szerintem ott tavaly a maximum volt, de most a negyedik hely után úgy, hogy a csapat együtt marad, nyilván a dobogó lehetett a cél, tehát én még most is azt mondom, hogy a dobogó bármelyik fokán ott leszünk, akkor én elégedett leszek. Hogyha már egy kicsit előre gondolkozunk, és esetleg a Szajon megnyerni a bajnokságot, akkor vannak már elképzelések a folytatásról? Hát a nehéz kérdés most, én nem is értem, de nagyon sokan kérdezik, hogy a 10 fordulóval a vég előtt azért még úgy gondolom nem célszerű ilyeneket kérdezni. Hát azért tudni kell, hogy Szajol kis település, tehát az NB3-as követelményeknek annak ellenére, hogy régen ugye voltunk NB3-asok, azért elég nehéz megfelelni. Nem tudom, igazából az igazság, hogy a srácok megérdemelnék. Tehát még ha egy évet is töltenénk el ott, megérdemelnék a fiúk, hogy előrelépjenek ez a csapat, mert ugye nyilván az lenne az előrelépés, de hát ugye ennek óriási háttere van egy NB3-asnak, hogy nézegettem a versenykiírást, utánpótlás csapatok, utazási költségek, versenyeztetés, hatalmas költségei vannak. Tehát ezt, de is nem is említem az osztályozót, mert ugye az MLS támogatása szerintem most mindenki el fog indulni, minden megyei bajnok. Ugye tavaly Lasszóval kellett fogni a megyei bajnokokat, most mindenki el fog indulni, tehát ott még van egy osztályozó, amit le kell lenne gyűrni. Úgyhogy nem egyszerű kérdés ez, hát igen, most már úgy néz ki, hogy közelünk a felé, vége felé, akkor már esetleg el lehet rajta gondolkozni. Hát nyilván a környéknek az összefogásával esetleg megvalósítható lenne a dolog. Addig azonban van még pár meccs, ezekhez kívánok nagyon sok sikert, a mai találkozóhoz pedig még egyszer gratulálok. Köszönöm szépen, és a karcagi srácodnak is további sok sikert kívánok. Köszönjük szépen. Szajoli oldalon Bogdán a legeredményesebb játékos, ő azonban csak a kispadon játszik, és bizonyítja, hogy nélküle is megvannak, Tiszafüred ellen sem lépett pályára. Úgyhogy nagyon oda kell rájuk figyelni, Erdei teker, és a becsúszó láb mellett a kapu fölé teker a mérkőzés második percében Gerhard készülődhet a találkozó első kirúgásához. Nem állította ki a játékvezető Dalmadit, de egy sárgalapos figyelmeztetés és egy igencsak potenciális gólszerzési lehetőség karcagi szabadrugás formájában. Gerhard állítgatja a sorfalat. Innen távolról nem tűnik egy magas kapusnak. Ennek ellenére a Szajol kapta a legkevesebb gólt a bajnokságban. Úgyhogy csak jól végzi a dolgát, most is például egy hatalmasat repül Szívós Gergő kísérlete után. Remek bravúr, úgy látszik, hogy hiába alacsony, nagyon jó rugókkal van megáldva Gerhard Dávid. Szajoli dobás. Oda kell figyelni nagyon Szabóra és Dobosra. Mondtam, hogy a házi góllövő lista jellovasa Bogdán csak kispados. A maga 12-jével. De hát Dobos meg Szabó együtt 17-et gurítottak. 9-8-as megoszlásban Szabó javára. Úgyhogy ők sem életbiztosítás a karcagi védelem számára. Bedzeg kivágja a mezőnybe. Mukovszki azonban megkaparintja. Úgy látszik, hogy
szűke az elmúlt meccsekhez eltérően, amiket itt Karcagon játszottunk, sokkal hátrébb játszik. Erdei most lő és beveri! A 10. percben vezet a karcagi csapat Erdei Tibi góljával. Hogy hétről hétre talán mindenki abba bízott, hogy előbb-utóbb majd kipukkan a Szajol. És aztán ahogy telnek a fordulók, ahogy múlnak a hetek, hónapok, ők nem képesek botlani, és egy idő után bizony már ők is elhiszik, hogy akár megnyerhetik a bajnokságot. És ez azért lelkesedésben, önbizalomban és a csapatmorál szintjén nagyon sokat tud dobni, a szív viszi őket előre hétről hétre. De hát az is vele jár, hogy mindenki őket akarja megverni. Donkó jól teker! Agócs paskolja ki, és a gólvonalról Németh Misi. Hamar. Az előbb ezen az oldalon pontrugásokból adott be, most bedobásból. Szőke futtából, Gerhát véd. Nem volt rossz lövés. Ezt is gyorsan elvégzik. Jön is a beadás, és Orosz a saját kapujába bombáz. Bődületes öngól, Tokodit megszégyenítő mozdulat. 1-1. Szívós lepattan dobosról. Ő pedig már egyből Szabónak dobja a labdát. Szépen bújik ki Orosz és Kovács közül. Még mindig Szabó, most a passz Vadasnak. Lekészíti, és 2-1-re vezet Szajol. Nagyon gyors fordítás, egy mintaszerű akció végén. Györfi Patrik a gólszerző. Szívós és Bukovszki. Dani lő, kapufa, és elmegy keresztbe. Pedig a kapufa belső tövét találja el. Óriási lövés, az érről azonban kifelé pattan. Meglepően hosszú a karcagi kispad, amennyibe cserélnünk kéne. Kupai, Kátót, Majlát, Varga, valamint Rózsa is ott vannak. A kapus csere Belényesin kívül. Lehet szükség lesz rájuk. Szabó elhúzza Agócs mellett, de beleakad Agócsba. És nem csak Szabó, hanem a labda is. Így pedig nagy védés. Vadas. Szabó. Most a beadás Szabó fejjel, Agócs véd. Szabót faltoljuk, és egy újabb gyorsan elvégzett szabadrugás, Vadas, Agócs véd. Ott van még a kipattanó. Abban a hullámban azonban senki nem érkezik. Ezekre nem figyelünk, nem először. És most a lövés megint Agócs véd, Vadas azonban már lesen. 47. perc. János Ida ellen 1-2-es fél idő után hamar betaláltunk. Akkor Szőke is balográzták meg magukat. Beleegyeznénk, ha ma is ők szállítanák a gólokat. Ez most jó! Szőke fejesét azonban védi Gerhát. Lehet nagyon furcsa ez a szajoli menetelés, mert amióta 2010-ben visszajutottak a megyei első osztályba, a megye 2-ből, azóta hát nem ezt szoktuk meg tőlük. Egy győzelemre vannak a tavaly megszerzett pont mennyiségtől, amivel negyedikek lettek, akkor 20 pont kellett volna még a harmadik helyhez. Ott volt egy nagyon elszakadó hármas. Szajol pedig megnyerte a középmezőnyt. Azt lehet így fogalmazni. Most viszont felülmúlják ezt is. Ami a kulcs, hogy nagyon kevés döntetlent játszanak. Bukovszki, jó lövés! Gerhát nagy védés! Bukovszki.
Megint kapura! Egy picit többet tévedett, mint az elsőnél, mert akkor eltalálta a ketrecet. Most egy jó fél méterrel a bal pipa mellé. Hazai uralom tehát. És hozzáteszik, hogy mind a kétszer mi voltunk azok. Abból következik, hogy ők még nem nyertek. Agócs véd, aki pattanó, kapussal együtt a kapuba. Dobosé a gól. Aki kapni fog majd érte egy sárgát. Nem a gólért, a gól örömért. Megy is ki a Szajoli tábor elé. A 66. percben lehet eldől a meccs. Nincsen neki. Vadas. Csajbó kapja. És nagyon üres terület előtt Erdeinek kell visszazárni, védekezni. Szabó, kis lassú labda, de így is eljut hozzá. És Agósnak sikerül a vonal elől. Hát, hogyha ez beullik, káprázatos gól. Tulajdonképp a semmiből tűnt föl a Szajol, ami a jó szereplést illeti. 2014-15-ös bajnokság volt, amelyik igencsak jól sült el azzal a negyedik helyjel. 12. pozícióból sikerült előreugrani. De az a titok, hogy végül is nincs titok. Nem alakult át annyira a keret. Inkább a fiatal játékosok értek be. Mindössze 3 igazolás volt azon a nyáron. És most is csak 1-2 finomítás a csapaton. Nagy védés ismét! Erdei aztán nem tudja bekotorni. Amikor bravúrral árít egy nagy lövést a kapus, és aztán a kipattanóra nem a saját csapattársak jönnek oda. És ezért kell szenvednie. Hát az orosz féle öngól sem egy kapusálom. Jól kanyarodik. Erdei önfeláldozóan. És ez is kapufa Bukowski Dani. Bukowskinak kicsibe. Dani befordul, lapos beadás. Minőségileg is. Volt le sem Bukowski. Tovább küzdi a labdát, és egy lövés kapu mellé. Kun Mihály még cserélni is szeretne. Csúri Gergőt küldi majd be, ha lesz rá még alkalom. Bogdán, ott a negyedik. Ő is csak betalál. 13. szezonbeli góljával 4-1-re vezet. És kiüti a Szajola karcagot.